Az ország egyik legnagyobb gyümölcstermesztő térségeként ismert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nagyon komoly károkat okoztak az elmúlt hónapban tapasztalt szélsőséges időjárási viszonyok. A hazai megy terméshozama az elmúlt évtizedet tekintve 2018-ban alakult a legjobban, akkor országos viszonylatban körülbelül 90 ezer tonnát mértek. Tavaly ez a mennyiség már kevesebb, mint kétharmadára esett vissza, ezen a nyáron pedig még rosszabb lehet a helyzet a várakozások szerint. A medgy esetében is egy viszonylag gyenge termést várunk idén Magyarországon. Ehhez tudni kell, hogy egy jó évben 80-90 ezer tonna körül van a magyar medgy termés, a rosszabb évjáratokban, mint például tavaly 2019-ben 50 ezer tonna körül volt. Ebben az évben megint csak az almához hasonlóan optimista esetben a tavalyi 50-55 ezer tonna körüli termésre számíthatunk, de mivel még itt is tart a gyümölcs hullás, nem zárható az sem ki, hogy a tavalyi egyébként gyenge termés is még egy 10-20%-kal rosszabb lesz az idei megytermés. Jelen pillanatban nem tudjuk felmérni azt, hogy az elmúlt napokban az ültetvényeket ért jégverések milyen mértékű minőségi vagy netán mennyiségi károkat okoztak. A már említett 2018-as évben a bőtermés miatt túlkínálat alakult ki, ezáltal a megy értékesítési ára lecsökkent. Tavaly mindennek a fordítottja volt tapasztalható, most pedig egymás utáni két évben várható alacsony terméshozam. A szakszervezetek jóslata alapján a kereskedelmi igények miatt ebben az évben a vártnál jóval nagyobb lehet a gyümölcs felvásárlási ára. Itt most egy második évet élünk, nem csak Magyarországon, hanem Európában, amikor alacsonyabb termés átlagok és nagy kiesések várhatók. Ez már jelentkezik a gyümölcsök piacán. A medgy ugye főleg feldolgozott termékként jut el a fogyasztók asztalára, amit a fogyasztók ismernek, az a befőtt vagy kompót formájában, fagyasztott termékként vagy juice-ként kerül a polcokra, és a szakmai szervezetünk felmérései alapján azt kell mondanunk, hogy a raktárkészletek nem túl nagyok. Ez azt feltételezi, hogy minden egyes szem megyre nagyon nagy igény lesz az idei évben, és várhatóan az ára is kielégítő lesz. Az elmúlt évtizedben a szár nélküli megy kilogramonkénti ára rendszerint 160-170 forint körül alakult. Tavaly ennél már közel 30%-kal magasabb áron adtak el a termelők, ez pedig az idei szezonban várhatóan tovább emelkedik majd. A szakszervezetek és a termelők egyébként jelenleg közösen azon dolgoznak, hogy a jövőben tovább fejlődjön a gyümölcsök védelmére szánt infrastruktúrális háttér, ezáltal pedig elkerülhető legyen az elmúlt két idényben tapasztalt mennyiségromlás.